versmaratonnal, versmobbal ünnepelték Gödöllőn a költészet napját. A rendezvénysorozaton közel 300-an vettek részt. Április elején tartotta 2013-as évi közmeghallgatását a Szadai Község önkormányzat képviselőtestülete. LeBlanc Győző és partnere Tóth Éva élő kívánságműsorral színesítette meg a II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület éves taggyűlését Galgahíjvízen. 50 éves jubileumi megemlékezést tart a Galgahíjvízi Sportkör kézilabda szakosztálya.